Lakossági fórumot tartott dr. Angeli Gabriella, országgyűlési képviselőjelölt, és Németh Péter, a Népszava hajdani főszerkesztője. Az est folyamán arra a kérdésre keresték a választ, hol áll most a demokratikus ellenzék a választások előtt egy hónappal. Az látva látszik, hogy repedeznek a Fidesz erősnek hitbástyái, és adhok kijelentéseket tesznek, amelyekkel az emberekben félelmet keltenek. Ha csak azt említjük, hogy a kalocsai laktanyába migránsokkal riogatnak minket, miközben a Fidesz kormány volt az, aki 2001-ben 2000 afgán szeretett volna Kalocsa városában, a laktanyában elhelyezni. Az ilyen hazugságok és az ellentmondások mindenképpen úgy gondoljuk, hogy az emberek félelem érzetét próbálja erősíteni. A lakossági fórumon egy másik fontos kérdést is elemeztek. Méghozzá, tudnak-e a demokratikus ellenzék pártjaival együtt dolgozni? Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a választókerületünkben a demokratikus koalíció, az MSZP, Párbeszéd és a többi kis pártok, az LMP és a Momentum képviselőivel szívesen dolgozunk együtt, és olyan közös programokat tudunk a lakosságnak tárni, amelyekkel úgy gondolom, hogy ők egyet értenek. A nyilvános beszélgetés legfontosabb kérdése az volt, a képviselőjelölt szerint, hogy változott az emberek szavazáshoz való hozzáállása a Hódmezővásárhelyen történtek után. Mindenképpen úgy látjuk, hogy sok olyan bizonytalan szavazó van, akik Hódmezővásárhelyi választások után már elhiszik, hogy az ő szavazatuk is fontos, és le lehet váltani a mostani kormányt. És nagyon reméljük, hogy minél többen elmennek szavazni, és megérték, hogy ezt a rendszert csak akkor lehet megváltoztatni, ha mindenki egységesen kifejezi azt, hogy ő mit szeretne. Azt javasolnánk mindenkinek, hogy válassza ki azt a legesélyesebb jelöltet a választókerületben, akiről elhiszik, hogy változást tud hozni, és a másik X-et pedig a kedvenc pártjára tegye. A fórumon megfordult a szerep, és nem az újságíró kérdezett, hanem a nézőközönség érdeklődhetett Németh Pétertől a mai országos általános politikai helyzettel kapcsolatban.